Az egyisten mindent látó tekintetét a földre vetette, hogy aztán mindenek előtt a magyarokra tekintsen. Kik letértek az általa kijelölt útról, és nem áttallottak hamis bálványokat imádni, és csak a földi hívságoknak élni, erkölcseik feslettek, parancsait nem követik. A rengeteg bűn miatt, mivel magyar árt magyarnak, Isten haragja felgerjedt, és azon nyomban Mihály arkangyalt hivatta magához, hogy elzengje parancsát. Nincs nép, mondá az Úr, melyért többet tettem volna, kivezetve őket Szkítiából, és elvezettem őket a tejjelmézzel folyó Pannóniába, és hős nemzetet teremtettem belőlük, kit a világ hősként félt. De elfordultak tőlem, viperaként marva atyukba, hát ideje megmutatnom, milyen a bosszú álló Úr. Eredj hát, Mihály, a pokolba, keress egy gonosz szellemet, aki a török Szulejmán haragját felkelti a magyarok ellen, és én akkora hatalmat adok neki, hogy a magyarok belássák, letértek az útról, hogy hatalma megkerülhetetlen, hogy visszatérjenek hozzám. Mihály, bár Isten haragját túlzónak érezte, felkereste a pokolban a gonosz Alektót, kit láncokkal és bilincsekkel tartottak lekötve, és kinek haja kígyók, szeme véres izzadság, vére genny. A fúriát az arkangyal megszabadította fogságából, és tolmácsolta Isten parancsát, aki nem is késett boldogan teljesíteni a követelést. Végig támogatód leszek, mondta a Szelim képében megjelenő Alektó, álmában lepve meg a szultánt. Nem veszíthetsz, indulj azonnal, én végig veled leszek. Itt az idő, most kell bosszút állnunk eleink veszteségeiért. A sereg elejére a tatárok érén Vitéz Demirhám állt 25 ezer válogatott íjász élén. Nála nagyobb harcost keveset találni, bátor, gyors, mint az árvíz, tekintete nem ismer félelmet. A magyarok ellen Szigetvár alatt is megmutatta hősiességét, és a támadást Rögvest meg is indítják. És bár a török hatalmas túlerőben van, úgy tűnik, hogy akivel Zrínyi harcol, abban nem lehet kárt tenni. A bán hatalmas energiával veti bele magát a küzdelembe, de Vitéz urát látva, a magyar sereg egyik legnagyobb harcosa, Deli Vit sem henyél. Sorra győzi le az ellene támadókat, még nem egyszerre feltűnik mellette Demirhám. Támad is azonnal Vidre, dárdája pajzsán eltörik, és lendül is már a magyar szabjája. A két harcos leesve a lóról néz egymás szemébe. Demirhám hatalmas kardját megragadva ördögi tekintettel támad, de Vitéz Vid igaz hittel bátrabb. Egyik sem enged, szikráznak kardjaik. Az est azonban rájuk ereszkedik, így a két hős egymást tisztelve megegyezik, hogy kettőjük méltó párharca csak nappali világosban folytatható. Sokáig úgy tűnik, a török sereg hasztalan ostromolja Szigetvárt. Ezért a pogány egyiptomi varázsló Alderán az alvilág segítségét hívja. Ő képes a természet erőit a saját szolgálatába állítani. Fekete lovára száll, és magához kéreti a pokol összes ártó, leláncolt szellemét. A védők utolsó elszántságukkal küzdenek, Zrínyi közvetlen embereivel a belső várba szorul. Az ostrom során újra eljön az alkalom, hogy a két hős, Demirhám és Deli Vit találkozzon. Kilovagolnak az égő várból, hogy senki ne zavarja meg viadalukat. Demirhámot a harag, Deli Videt Isten segíti.
a titánok harcában mindketten halálos sebet kapnak. Mindketten elbuknak, de hősként halnak meg. A török előbb, a magyar rögtön utána. Zrínyi tudatában van annak, hogy Szigetvárat elveszítette. Parancsot ad a romok felgyújtására, hogy a török zsákmánya minimálisra csökkenjen, és készül a kirohanásra. Zrínyi tudja, hogy el kell veszniük, de hősiességükkel bizonyítják hitüket. Ezzel megváltva a magyarságot és elnyerve Isten bűnbocsánatát. Zrínyi 500 megmaradt harcosával kiront a várból, ahol a halál várja őket. De az angyalok a csatatérről mindannyiukat a mennybe repítik.